Határtalan kisebbségi jogvédelem címmel tartottak jogászkonferenciát Palicson. Az eseményt a Vajdasági Magyar Jogászegylet a Magyarországi Kisebbségi Jogvédőintézettel karöltve szervezte meg. Nyilas Mihály, a Vajdasági Magyar Jogászegylet elnöke elmondta, a kisebbségi jogvédelem mindig aktuális a régióban, és ezt a témát az elméleti helyett igyekeztek gyakorlati módon megközelíteni a konferencián. A szakmai szervezetek munkája ugyanolyan fontos, mint a politikai érdekvédelmi szervezetek tevékenysége, emelte ki dr. Pásztor Bálint. A Vajdasági Magyar Szövetség megbízott elnöke hozzátette, a Vajdasági Magyar Jogász utánpótlás szempontjából kiemelt jelentőséggel bír a VMJE tevékenysége. Első ülését tartotta a FUEN Magyar Közösségek munkacsoportja Lendván. Az ülésen Kovács Elvira is részt vett. A Vajdasági Magyar Szövetség politikusa az ülésről Facebook posztjában számolt be, melyben kifejtette, az első ülésen a munkacsoport irányelveit határozták meg, de kiemelt témaként szerepelt a közelgő európai parlamenti választás és a Magyar Uniós elnökség is. A határon túli magyar közösségek, politikusok együttműködése mindig fontos volt számomra, hiszen a tapasztalatainkat, tudásunkat adjuk át egymásnak, ezzel is erősítve a magyar identitást, zárta gondolatait Kovács Elvira. Meghosszabbították a területalapú támogatás igénylésének határidejét. A szubvenció igénylésének új határideje április 1-e, tette közzé a Mezőgazdasági Minisztérium. A korábban megszabott feltételek szerint március 1-ig igényelhették a szántóföldi növénytermesztéssel foglalkozó bejegyzett családi gazdaságok a területalapú támogatást. Egy-egy gazdaság esetében legfeljebb 100 hektár bevetett, illetve beültetett, és az e-agráron szabályosan bejelentett mezőgazdasági földterületre kérhető a támogatás. Ismét kihúzták a hetest a lottón. 3, 6, 9, 19, 21, 35 és 36. Ezek a számok 35 millió dinárt hoztak a szerencsés nyertesnek. A lottó szelvényt Belgrádban fizették be, az Zvezdára városrészben. Egyébként két hete szintén volt teli találat a játékban, és ugyanúgy Belgrádban volt a nyerő számkombináció Sztárigrád negyedben. Az akkori nyeremény csaknem 1 millió euró volt.